A migránsok egyike Imad Nasser, aki Palesztinából érkezett. Célunk az Európai Unió. Ezen az úton Szerbia sokat segített nekünk. Bajban lévő emberekként viszonyul hozzánk, és ezért hálásak vagyunk az országnak. Ők senkit sem bántanak, nem zavarnak, de mi itt meg fogunk betegedni. A befogadó központ legyen a vásártéren. Ez a városon kívül van, megvannak a szükséges közművek, és közlekedés szempontjából is megfelelő. Ez szerintem jó megoldás lesz. Alexander Vulin magyar kanizsai látogatásán is cáfolt azokat a híreket, amelyek szerint Dél-Szerbiában 400 ezer személyes migráns központot hoznak létre. Amit ígértünk, azt mi teljesítjük is. Újabb munkásokat alkalmaztunk, felkészítettük őket. Közülük 18-at fogunk alkalmazni. Ők a migránsoknak segítenek majd. A higiéniai eszközöket már biztosítottuk. A migránsok helyzetén a tartományi kormány is segíteni szeretne. Ennek érdekében megalakította a migrációs tanácsot. Észak-Vajdaságban a számításaink szerint naponta már mintegy 2000 menekült fordul meg, és jelenik meg, hogy aztán a határon túlra, Magyarországra lépjen át. Ez akkora szám, amelyet a településeink, mint egy magyar kanizsa, amely 9500 lakosú, nem tudja elbírni. A zömében Szíriából, Afganisztánból és Pakisztánból érkező migránsok célja, hogy Magyarországon át az Európai Unió nyugati országaiba utazzanak.